Zippy Farm. Jó reggelt! A tyúkok már esznek. A nap jön föl az akácos felől. Az új csirkeházváza pedig már áll. Most két napja nem nyúltunk hozzá, mert más dolog volt. És ismét nem fogok hozzányúlni, mert újra más dolgunk van. Ma van a nagy nap, amikor be kell mennem, és beszélnem kell a hatósági állatorvosokkal, hogy megkapjuk-e az engedélyt arra, hogy eladhassuk a tojást, illetve eladhassuk konyha készen a csirkéket. Úgyhogy én most gyorsan átöltözök, mégsem mehetek farmos játszós ruhába, meg is borotválkozok, és aztán utána indulok be, a kocsiban pedig elmondom majd, hogy milyen engedélyláncolatot kellett végigvinni, hogy egyáltalán idáig eljussunk. Nektek ez egy pillanat lesz, de sietek! Na! Nem menet közben fogok beszélni, mert nagy az alapzaj, meg nem az igazi, meg ráadásul sikerült hamarabb is végeznem, úgyhogy még bőven van időm, mielőtt indulni kell, de nagyapám is megmondta, hogy inkább 10 perccel hamarabb érünk oda valahova, mint 1 perccel később. Ez azonban simán gond nélkül teljesíthető lesz. Közben nyomják a tyúkok meg a kakasok, de hát még korán van. Szóval az ilyen karanténos, meg farmon sokat dolgozós napok után szinte rendesen jól esik inget fölvenni, és habár imádom a játszós ruháinkat, és az is megérne egy külön részt, hogy a legdurvább ilyen túraruhákat hogyan tudjuk a farmon tönkre tenni pár hónap alatt, na majd ebből is forgatunk egyet. Most azonban azért vagyunk itt, mert nem sokára ugye indulok be a... Nem az államkincstárhoz megyek, hanem egy kormányhivatalba, egy hatósági állatorvossal fogok beszélni az engedélyekről. Tojást árulni és csirkét levágni és eladni a húsát nem is olyan egyszerű, mint az ember első blikre gondolná. Ráadásul nekünk most ez a vírus meg a karantén is bekavart egy kicsit, szerintem inkább pozitív irányba. Szóval, ez úgy néz ki, hogy amikor az ember elindul, akkor a legeslegelső dolga az az, hogy a Magyar Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Államkincstár... Hát hihetetlen. Konkrétan nem bírom túlharsogni őket. Ez a hang egyébként azt jelzi, hogy nem sokára tojás lesz. Szóval a Magyar Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Államkincstártól kell kérni egy regisztrációs számot. Ha ez a regisztrációs szám ez megvan, akkor utána, ezért el kell menni egy másik városba egyébként, hogyha éppen nincs vírus, hogyha ez a szám megvan, akkor utána lehet menni és be lehet kerülni az NR rendszerében, tehát ezzel a számmal lehet megkérni egy ilyen kvázi állattartó telephely engedélyt. Itt tartunk mi most, ez egy állattartó telephely, az állatok már teljesen legálisan itt lehetnek, de még semmit nem adhatunk el, semmit nem értékesíthetünk. És itt jön be a képben a hatósági állatorvos, aki pedig el fogja mondani, hogy mi mindenre van még szükség ahhoz, hogy mi ugye árulhassuk a portékánkat, hogy a tojást kvázi kivihessük a piacra, még akkor is, hogyha valószínűleg piacra nem fogunk menni, hiszen az a cél, hogy házhoz visszük a vevőknek a tojást, illetve ide jönnek érte, illetve hogy mi kell ahhoz, hogy a csirke húst is értékesíteni tudjuk. Nekem az elképzelésem az, hogy elegendő lesz hozzá az a konyha, ami itt található a farmon, de nem olyan biztos, hogy ebbe ők bele fognak menni. Én azért nagyon bízom benne, úgy gondolom, hogy a tojással azzal semmi probléma nem lehet, de pár óra múlva sokkal okosabbak leszünk, úgyhogy tartsatok velem, irány a nagyváros! Vicces egyébként, hogy a farm az még a várostáblán belül van, de ilyenkor már úgy bennem van az az érzés, hogy most azért még be fogunk menni a városba. Az
az előbbiekben egy fontos momentumot még kihagytam, ugyanis amellett, hogy kell egy regisztrációs szám, meg kell a telephely engedély, még őstermelőnek is kell lenni, ezt megint egy máshol kell intézni, ezt egy falugazdásszal lehet intéztetni, persze akkor kell őstermelőnek lenni, hogyha az ember ebben az adózási formában óhajtja megfizetni az államnak az adót, és mindemellett, mivel a hús egyértelműen feldolgozott terméknek számít, és érdekes módon a tojás is feldolgozott terméknek számít, erről már lehetne azért hosszasan vitatkozni, de ez így van, és emiatt pedig kistermelőnek is kell lenni, ezt is intézni kell. Na, megérkeztünk. Itt dolgoznak a hatósági állatorvosok, legalábbis itt vannak 8-tól 9-ig, mert utána mennek ki terepre, ugye ellenőriznek, engedélyeket adnak ki, nagy isten engedélyeket vonnak be, és odafigyelnek arra, hogy a haszonállatok a lehetőség szerint jól éljenek, illetve, hogy lehetőség szerint minél inkább minőségi termékek kerüljenek a boltokba. Mi is arra törekszünk, hogy minden szabályt betartsunk. Értelemszerűen bent nem fogok felvételt készíteni, mert annak valószínűleg nem örülnének annyira, de ahogy végeztem és kijöttem, rögtön beszámolok róla, hogy mi volt. Na, hát tök jó volt egyébként, felesleges volt a gyomorideg, mert mindenki nagyon kedves volt, és nagyon segítőkész, és nagyon jó fej. Vannak jó hírek is, meg vannak rossz hírek is. Még egy kicsit kell variálni a papírozással, mert hogy a tojás az rendben van, tehát ki fognak jönni jövő héten, megnézik az állományt, és ugye megnézik a tartási körülményeket, de hát túlszárnyaltunk mindent teljesen, tehát nem a standardet hoztuk, hanem bőven a standard fölött van a helyük a csirkéknek, akár kint, ahol kapirgálnak, akár bent az olban, megvan a standard, hogy mennyi ülőrút kell nekik, hát nekik kétszer annyi van berakva, úgyhogy ettől nem félek, a tojás az tiszta sor, jövő héten kijönnek, megnézik, és onnantól kezdve árulhatjuk a tojást. Ami baj, az nem más, mint a csirkevágás és a hús értékesítésén, és ezt féltem ettől, és sejtettem, hogy azért nyilván, hogyha az ember nyers húst akar árulni, akkor az nem lesz annyira egyszerű, és nem is annyira egyszerű. Tehát, ami most ott van ingatlan, és ugye elméletileg lakatlan, vagy hát a vírus ideje alatt a nagyszülők laktak ott, meg ugye én jártam át oda dolgozni, azt nem fogadják el, ott nem lehet csirkét vágni, hanem ki kell alakítanunk egy helységet külön erre a célra, ami speciálisan olyan dolgokat tartalmaz, amire szükség van, a kézmosó, a hideg-meleg víz, a kéttálcás eszközmosó vagy csirkemosó, ezt nem értettem pontosan, de kaptam róla leírást, illetve az egészet ki kell csempézni, vagy valami mosható felülettel kell legalább 2 méter magasan ellátni, illetve a padozatnak is moshatónak kell lennie. Szóval ez zsebbenyúlós lesz, építenünk kell egy ilyet. Aminek nagyon örülök, hogy most ugye július van, és az első csirkéket mi csak szeptemberben tudjuk levágni, tehát ergo van egy másfél hónapunk arra, hogy egy ilyen helységet kialakítsunk. Nem lesz olcsó, de hát nyilván erre szükség van, és egyébként legyünk őszinték, tényleg sokkal jobb, hogyha egy külön erre a célra kialakított helységben történik a vágás, mint hogyha kvázi a saját konyhánkban, még ha egy lakatlan ingatlanban is, de a saját konyhánkban csinálnánk ezt. Na most azonban indulni kell, mert a napos csibékre 2 óránként rá kell nézni, naposnak hívom őket, de tudom, hogy már csak sima csibék, mert hetesek, de mindegy, 2 óránként rájuk kell nézni, úgyhogy hazamegyek, gyorsan visszaöltözök farmos játszósba, utána pedig megyek Viktor barátom pincéjébe, több napra bevetjük magunkat, és nekiállunk kaptárakat építeni.
egy pincében vagyunk jelen pillanatban, egy egész jópofa műhely pincében, Viktor barátom pincéje egyébként, aki mind a mellett, hogy asztalos, végzett szakmával rendelkező méhész. És így adta magát, hogy összeálljunk, és mi is belekezdjünk a méhészkedésbe. De ugye tudjátok, hogyha az Ippi Farmon méhészkedésbe kezdünk, akkor mi nem megyünk el kaptárat venni, hanem összerakjuk saját magunknak. Ezt pedig nagyon gyorsan kellett csinálni, úgyhogy az elmúlt 3 napot azt ebben a pincében töltöttük reggeltől estig, mert hogy határidőt kaptunk, hogy meddig mehetünk az egyébként ingyen kapott méhekért, és készítettünk nagyon gyorsan 2 darab rajládát. A rajláda az kisebb, mint a kaptár, mert mi is most rajokat fogunk elhozni, ami azt jelenti, hogy egy ilyen rajládában 5 keret fér el, és ugye ezeken a kereteken laknak a mi méhecskéink, amik majd aztán majd megnő a család, és akkor pedig már mehetnek bele kaptárba. De a biztonság kedvéért már egy kaptárat is elkészítettünk, ezt itt látjátok, ezt majd még le kell festeni, hogy teljesen kész legyen, ezt még most nem csináltuk meg, ez a biztonság kedvéért van, hogy amikor a rajt ki kell költöztetni a rajládából, ez nagyon gyorsan mehessen. A rajládákat most nem tudom megmutatni nektek, mert Viktor reggel már kivitte abba a méhészetbe, ahonnan majd kapni fogjuk ezeket a méheket. Ott ezek a méhek átkerültek már a mi rajládáinkba, és mi most indulunk, mert kint lassan lemegy a nap, és hozzuk el az első Zippi méhcsaládokat. Tartsatok velünk! Majdnem elütöttük szegényt, de így már mehetünk. Megérkeztünk Szeged határába egy igen gyönyörű, szép méhesbe. Nagyjából olyan 70 családot tartanak itt, és én már látom a rajládánkat, ami úgymond életre kelt, hiszen benne vannak a méhek. Nézzük meg! Tök jó látni, amikor így a munka gyümölcse beérik, és itt vannak az első méheink. Sziasztok! Gyönyörű szépen ide lett készítve. Ők már itt tájoltak egyet a klassz új helyükön. Hogy mi az a tájolás, azt el fogjuk mondani, hiszen majd nálunk is fognak ugye tájolni. És ott vannak bent. Hello! Most még kicsit kimászkálnak, de ahogy a nap megy lefelé, nem sokára vihetjük őket haza. És valahol kell, hogy legyen még egy rajládánk, amit keresek a szememmel. Nézzük meg azt is gyorsan. Itt látszik, hogy már lemenőben van a nap, de ettől függetlenül itt azért még van mászkálás. És itt van a másik rajládánk. Sziasztok! Most nem fogunk belekukkantani, mert nem akarjuk felzaklatni őket, vinni akarjuk haza. Durván 1 órája vagyunk itt, szépen tűnik el a nap, de nem tudunk elindulni, mert méheink még nem ültek el. És akik nem mennek be, azok nem tudnak jönni velünk. Úgyhogy most várakozó állásponton vagyunk. Aztán, ha nagyon lemegy a nap, akkor lehet, hogy nem fogom tudni levideózni azt, ahogy bekerülnek a helyükre, de ebben az esetben holnap reggel mindenképpen.
Na hát a nap az igencsak lement, viszont most már végre be tudtuk zsuppolni méheinket. Le vannak spaniferezve, úgyhogy mehetnek a kocsiba. Nem hiszem el, hogy ekkora szerencsénk van. Éreztem, hogy el kell hozni ezt a kenyeres ládát, mert gondoltam, hogy vagy belefér, vagy mellé fér, de valahogy jó lesz, és tényleg a láda nem engedi, hogy felboruljon. A spanifereket a biztonság kedvéért ráraktuk, és rajládánk egyszerűségéről híres. Ugye, hát itt most szivacssal lett betömködve, itt picit azért tud járni a szivacsnál a levegő. Azt már nem fogjuk bemutatni ebben a videóban, hogy a helyikre tesszük őket, hiszen addigra már sötét lesz, úgyhogy holnap reggel az új helyükön folytatjuk. Megvolt az első méhészkedés, és tök jó volt, még abszolút a dolog hatása alatt vagyok. Azért azt kell mondjam, hogy elég meleg ez a ruha. Hú, jól esik levenni. Hát nagyon boldog vagyok, tényleg nagyon klassz rajokat kaptunk. Mindenkinek van anyukája, ez a legfontosabb, tehát minden rajhoz tartozik egy gyanya, ennek meg kell lennie, különben baj van. Ezt amúgy már észrevettük volna, hogyha nem lett volna meg. Azon kívül láttunk gyönyörű szép fiasításokat, szépen dolgoznak, minden a legnagyobb rendben. Amit most megtettünk, még így kezdő lelkesedés véget, hogy most ugye nincs semmi olyan nagy virágzás, mint mondjuk az akác, vagy akár mondjuk a napraforgó, úgyhogy megetettük őket, kaptak egy cukorszirupot, amiben nagyon-nagyon sok vitamin van még pluszba belerakva, úgyhogy ezt szépen meg fogják eszegetni, és még jobban megerősödnek, nekünk pedig más dolgunk nincs, mint időről időre ránézni. Elnézést kérek, hogy megmozdult a kamera, de itt mászkál Zé. Nos, ennyi fért bele a mostani farmnaplóba. Remélem látjátok, hogy besűrítettük, ez így lesz a továbbiakban is. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor mindenképpen iratkozz fel, és lájkold is, köszönöm szépen, nem sokára pedig találkozunk egy következő videóban. Szia!